Sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit a mai videóban, ami baromira különleges videó lesz, ugyanis nem terveztem, hogy most fogok videózni, viszont már korábban is említettem nektek, hogy mostanában beszoktam lépni úgy a játékba, hogy nem veszek fel videót, hanem megcsinálom az ilyen kvázi olyan dolgokat, amik nem biztos, hogy mondjuk egy videóba is beleférnének. Tehát foglalkozom a veteményessel, az állatokkal, nyersanyagot gyűjtök, stb. Szóval ezeket nem mindig szoktam felvenni nektek, így az utóbbi időben, viszont néha találkozom olyan dolgokkal, amiket nagyon sajnálok, hogy nem videóba vettem fel, mert hogy meglep a játék, teljes mértékben meglep, és szeretném nektek megmutatni, hogy most mit találtam, és hát már félig meddig megvolt a csata, sőt igazából nem félig meddig, hanem hát megvolt teljesen. Viszont semmi extráról nem maradtatok le egyébként, tehát volt pár pók, és volt pár csonti, meg egy zombi, azt hiszem, őket le is győztem, na de amit ott találtam, hát azt muszáj nektek megmutatnom, mert baromira örülök neki. Szóval, ez konkrétan itt volt a bázisom mellett, és hát ide jöttem, gondoltam, hogy akkor hát leszedem ezt a kis föld kupacot, amit egyébként már kommentbe is írtatok, hogy ezt szedjem le videón kívül, hát úgy voltam vele, hogy hát jó, viszont elkezdtem hallani hangokat, méghozzá pók hangokat. Hát úgy voltam vele, biztos van itt egy sötét luk, és akkor szimplán csak szörnyek vannak benne, meg egy-két érc. Hát nem, ugyanis lejöttem ide, és amint láthatjátok, azért eléggé mélyen vagyunk már, de ezt nézzétek meg. Találtam egy ilyen üreget, ugye itt voltak benne a szörnyek, akiket megöltem. És ez tök jó, viszont volt két láda. És ez az érdekes dolog, ugyanis a ládában tudjátok, hogy mik vannak? Megvártalak vele titeket, nagyon-nagyon örülök neki, mert full új dolgok vannak. Eddig ilyet még nem láttam, szóval teljes mértékben új dolgokat találtam, aminek nagyon örülök, na ezt nézzétek. Szóval aranyalma, az teljesen jó, én is csináltam. Csontok, 4 darab csont, hát ez nagyon király, és dinnyemag. A legfontosabb, hogy itt volt dinnyemag, hát mi ez, hogyha nem szerencse? Van tökmag, azt egyelőre ott hagyom, lehet, hogy a fonalat is, nézzük meg, hogy a másikban mi van. Ó, vasrúd! Istenem, és a legfontosabb, nyereg. Amikor ezt megláttam, annyira boldog lettem, hogy én szerintem ennyire nem voltam még boldog soha. A szénnek is nagyon örülök, az is szerintem tök szuper. Hát ennek viszont nem örülök, mert ez nem tudom, hogy micsoda rohadt hús. Viszont puskapor is van, redstone is van, de a legfontosabb a nyereg. Hát szerintem azt megfogom, és akkor ezt kiveszem innen. Szóval ezt mindenképp szerettem volna nektek megmutatni, és hát akkor úgy vagyok vele, hogy felveszem a következő részt ebből, mert úristen, ez nagyon-nagyon király. Szóval hozom magammal a legfontosabb dolgokat, és akkor közben fel is megyek itt a felszínre. Meg ezt szeretném egyébként úgy kiszedni, hogy ne essek majd bele, hogyha esetleg jövök itt visszafele. Elképesztően örülök amúgy ennek, tehát el se tudjátok képzelni, hogy mennyire. Most kidobom az csákányt, mert hogy az már ugye eléggé elhasználódott. Na és hát akkor a legfontosabb, hogy először lepakolok, utána majd visszamegyek még egy körre, és ki fogom próbálni a nyerget, tehát ezt itt is hagyom magamnál, és akkor a csontot azt leteszem ide, mert 19 csontunk van, a dinnyemagot elültetem, az is nagyon fontos, lerakom a virágot is, mert már arra sincsen szükség, és a puskaport is. Illetve ezt a nagyon sok vasat, amit találtam, én ezt égetem, és akkor a maradék vasat pedig leteszem a helyére. És már egész sok van, végre két különböző stackbe tudom gyűjteni a vasakat, ezt is elértük, és leteszem ide az aranyalmát, mert most egyelőre arra nincsen szükség. Na és akkor próbáljuk ki ezt a nyerget, amit már 1000 éve vártam. Úristen, el sem hiszem, hogy eljött ez a pillanat, hogy végre nyeregben vagyok. Mondhatjuk így is, és itt lehet nyerget rakni rá, vagy ezt? Wow! De király! Úristen, ez nagyon jó! És akkor ha leszedem, akkor meg egyszerűen csak lejövök róla. Aha. Azta! Úristen, ez nagyon király. Aha. Itt nem tudok kimenni, de ez nagyon jó. Ez nekem nagyon tetszik, úristen.
De király! Na jó, srácok, ez nagyon király. Leszedem róla, és nem tudom, hogy a páncélt is rá tudom tenni, várjatok. Micsoda, hát nekem van két páncélom, amit még szintén egy ilyen ládában szereztem. Na látjátok, nekem itt van arany, meg vas lópáncél, hát akkor én rárakom az aranyat. Nézzük meg, hogy hogy mutat rajta. Jaj, nem tudom, hogy rajta maradhat-e, tehát rajta hagyhatom-e, avagy sem. A lovacskán, amíg ugye nyilván nem foglalkozom vele, de hát ez majd kiderül. Wow, menj már! De csinos lettél, paci! Hát ez nice. Ez gyönyörű. De hát akkor én itt hagyom szerintem ezeket a dolgokat. Maradjon rajta, és majd visszajövök. Arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy mi az, amit még csináltam. De először visszamegyünk, ugye, és kiszedjük itt a dolgokat a ládákból. Szedjük itt ki a dolgokat. Jó, oké, és arra gondoltam, hogy szerintem én a ládát is szétszedem, mert azért, hát na, az is kell. És ez igazából ennyi volt. Még esetleg a köveken gondolkodom, hogy azt kiszedjem, mert hogy ez ugye ilyen mohás kő, szóval eléggé jól tud mutatni. Mondjuk a rohadt zombi hús helyett. Ó, itt van szén is, hát ez tök király. Már ez is van. Ez pedig vas. Úristen, micsoda mázlicsk, nem látok semmit. Wow! Jaj, de jó, ezt nézzétek, mennyi van. Azt az eget. Jó, ezt még így gyorsan kiszedem, hogy a fény áradjon és terjedjen. Nos! Ez nagyon-nagyon szuper zsákmányszerzés volt, ennek nagyon is örülök, és arra gondoltam, hogy itt az ideje annak, hogy elmenjünk egy nagy hegyhez, ami azon az irányon érhető el, hogyha abba az irányba megyünk, és egyébként nem tudom, hogy az előző videóban mutattam-e, de elkezdtem kiszedni a hegyet, és sokkal alacsonyabb, mert hát, hogy is szokták ezt szakszóval mondani, majd kitermelem? Igen, ez a célom. Na, rakjuk be a maradék vasat, és szerintem a dinnyét azt ültessük el. Ide. Jó. És akkor ide rakjuk be a vizet. Kész. Kész. Hát remélem, hogy ez működik. És így kellett elültetni. Jó, hát ez akkor igazából várat magára. Na és akkor menjünk is tovább, és fedezzük fel ezt a részt. Arra gondoltam, hogy itt még gyorsan felveszem ezeket a piros virágokat, csak azért, hogy legyen festékem. Szuper, na és akkor menjünk is itt át a hegyen. Itt ugyanis van egy ilyen járat, és ez átvisz a hegy másik oldalára, szinte. Erre jöttem el, és akkor itt tovább mentem. Láthatjátok, hogy jelöltem magamnak az utat. És itt elvileg kell, hogy legyen egy csónakom, bár nem tudom, hogy itt van-e. Aha, itt van. És ezzel a csónakkal elmegyek mondjuk oda szembe, mert az is egy szép nagy hegy, amit szerintem én most egy kicsit ki fogok posztani. Igen, és itt, amint láthatjátok, ezt én raktam ide, csak azért, hogy tudjam, hogy merre kell menni. Meg milyen érdekesen néz ki ez az egész. Lehet, hogy kéne diolitot szereznem. Itt valamit jelöltem magamnak, hogy arra kell majd mennem. De szerintem szedek magamnak egy kis diolitot, hogy tudjak jelölni. Annyira rossz, mikor így az alján is van, mármint az jó, csak így lejutni hozzá, kiszeded az egész alját. Na, van egy kis szenünk, gyorsan együnk. És ott fent is van szén, azt is szerintem szerezzük meg. Érdekes ez a fensík, arra gondoltam, hogy akár még egy ilyen sziklába is be lehetne építeni a házat, és be lehetne költözni. De hát örülök, hogy végre kiépítettem a saját kis részemet, szóval. És itt van egy ilyen furcsa képződmény, de mindjárt megnézzük azt is. Jó. Igen, itt láthatjátok, hogy megjelöltem magamnak az utat még múltkor, ugyanis... Hát igen, itt is voltak dolgok. Ó, itt hagytam egy kis fát. Na, szuper.
Jó, és itt is van szén. Most virágokat nem fogok szedni, mert már múltkor szedtem. Inkább nézzük meg, hogy arra mi a helyzet. Például... Hoppá! Itt fent van még rengeteg szén. Nos, ezeket is kiszedtük. Ide leesett még egy. De menjünk erre, nézzük meg, hogy itt mi a helyzi. Ott van egy nagyon sötét valami, és ott is, úristenet, ezt muszáj felfedeznünk. És itt mi van? Itt is van egy. Na nézzük meg akkor itt mi van. Hát itt konkrétan csak szén van. Ó, viszont kezd tönkre menni a csákányom, szóval elhasználom ezt a maradékot, szuper. És akkor ezeket fogom most használni. Na, ezeket össze is szedtem, és akkor szerintem nézzünk át a másik oldalra, amit itt láttunk. Ó, de izgalmas! Jesszusom! Volt ez olyan sötét. Ja, srácok, muszáj itt visszajönnöm, mert egyszerűen nem látok. Szóval amellett döntöttem, hogy lekapcsolom a softboxokat, ismételtem. Ó, igen, micsoda minőség, hát ez van. Na, ide mentünk be, és igen, így már sokkal jobban látok. Aha. Ó, ott egy csonti. De nem baj, mert innen el fogom találni. Ó, mész innen? Te gonosz teremtmény. Jó. Oké. Így itt átmegyünk. És megnézzük, hogy él. Jaj. Micsoda pocsékolás. Erre mi van? Ó! Jaj, de sokan vagytok! Hát, na jó. Na, menj, menj, ne! Oké. Okay. Ezt gyorsan kivilágítjuk. Mielőtt itt bármi probléma lesz. Aha, szóval itt van egy ilyen önmagában záródó dolog. Kis puspapor. Puskapor. Úristen. Ah! Felrobbant? Jó. Ide is azért rakjunk le. Meg ide. Oké. Még erre muszáj. Aha. Jó, hogy sötét van. Szuper. Akkor alcsi. Mondjuk itt. Oké. Na és akkor erre jöttünk el. Mi is volt? Mint hogyha láttam volna valamit. Jó. És arra majd bemegyünk. De most egyelőre itt ezt kifejtjük. És még itt van egy sötét rész bent. Erre. Amit fel kéne fedeznünk. Húha. Ez hatalmas konkrétan, ez hatalmas. Szóval arra gondoltam, hogy így jelöljük azt, hogy erre kell majd menni tovább, és akkor itt nyugalomba kiszedjük a dolgainkat. Ugye? Hogy ez, itt már jártam. Itt jöttem be. Így van, itt jöttem át. De arra még mindig van lent. Van lent? Van lent. Na mindegy, azért rakok oda valamit, ott biztos nem tudnak átjönni, és akkor nekiállok kiszedni a dolgokat. Na, ezzel meg is vagyok, és akkor menjünk tovább erre, és szedjük itt is ki a rengeteg dolgot.
szénből rendesen betárazunk, aminek baromira örülök, mert itt az ideje. Jó, ezt a szenet is felszedtük, és akkor jön még ez az utolsó előtti rész. És akkor megyünk tovább. Ó, elértük a 30-as tapasztalati szintet. Wow! Ez királyság. Ez nagyon nagy királyság. Kéne amúgy egy XP farm. Szuper, ezzel is megvagyunk. Ám mielőtt tovább mennénk, én csinálok magamnak nagyon sok fáklyát. Hú, ez mondjuk lehet egy kicsit túlzóan sok, de az a biztos. Húha, és kajálni is kell, mert problémákba ütközünk. Oh. Nagyon megteltem. Ami azt jelenti, hogy szerintem először hazamegyek lepakolni, és utána szépen folytatjuk ezt a csodálatos felfedezést. Milyen közel van egyébként? Hogy ez a hatalmas hegy ilyen közel van, ez szuper. Na és akkor pakoljunk is le. Annyi szenünk van, hogy ez valami hihetetlen. Pedig, hogy aggódtam egyébként a múltból. Ebből is rengeteg van, és csontot is fogunk szépen alátenni, és csontból is már rengeteg van. 25, wow. Ez tök jó. Szerintem amúgy most erre nincsen szükségünk. Oké, okay, és akkor megcsinálni ugye a javításokat. Hoppá! Jó. Vassákány, vas. Kőásó, kő. Gyémánt fejsze, gyémánt sákány. Kőásó, kőfejsze. Ezt ide lerakjuk. Hát ezt mi is megcsináljuk végül is. Ez csak kő. Vasású. Ó, ezt még. Ne! No! Hát ez nem jó. Akkor kell még tapasztalati szintet szerezni. Ó, ezek meg mennek tönkre? Hát ez mióta? Hát de már! Nem is tudtam, hogy ezek is mennek tönkre. Oké, okay, na mehetünk is vissza! Nem igaz? Ó, de jó! Jesszusom! Azért majdnem! Majdnem neki mentem. Egyébként itt hogy? Ah, végre 10. szinten vagyok. Hát nekem... van ilyenem. Ennyire sötét volt itt, vagy mi? Hát mondjuk elég sötét van itt. Na várjatok, a softboxok. Hogy ez mennyit számít, te jó ég. Akkor ide azért rakok, hogy ne várjon itt gonosz. Tök jó egyébként a szénnek a bányászásával, ugye nagyon sok XP-t lehet szerezni. Nagyon sokat, hát lehet szerezni. Ami egy jó dolog. Nagyon jó dolog. Na és akkor... innentől viszont már új terep vár. Úristen! Atya gatya! Ó, oh, wow! Ó, oh, wow! Hát ez durva! Hú, de kemény! Hát akkor ide rakok azért egy jelzőfényt, hogy átértem a hegynek a másik oldalára. Aha, ezt jól kivilágítani. Ne, hogy itt ráessen bármi is. Hú, na várjatok! Jó, Istenem! Jó. Oké. Okay. Lemegyünk itt szépen, ne aggódjatok. De azért berakunk egy fákját. Oké. Okay. Na, ez szép volt.
Szuper! Ezzel meg is volnánk. Jöhet a másik oldal. Na, mik vannak erre? Hát ez jó. Hát jó, konkrétan ez egy önmagába záródó folyósó, szóval ettől se kell nagyon félni. Jaj, csin. És akkor nézzük meg ezeket a szeneket, amiket hát most kibányászok. És akkor van még itt rész, amit fel kell fedezni. Van még itt rész amúgy, amit fel kell fedezni. Itt pedig valahol, aha, itt van a fén drága. Igen, ez a kijárat. Ez bizony az, és akkor kell arra a részre menni, ami talán ez, innen jöttünk. Aha, ez az. Így bizony. Ó. Jaj, nem igaz már, hogy nem tudok nyugodtan enni? Köszönöm! Ebben majdnem belesétáltam. Azt a mindenit. Csak nem! Csak de! Na akkor ezt gyorsan felfedezzük, jó? És akkor... Kettő is volt, azt hiszem. Úristen! Mi van ott bent, gyerekek? Na jó, akkor váltunk. Mész innen? Hát ez így nagyon nem lesz jó. Az meg volt. Ide kéne gyorsan berakni egy ilyet. Uha, jönnek a tesók! Jaj! Mész innen! Menj innen! Jaj! Elfogyott a nyilam. Ez nem túl jó. Hát ez nem túl jó. Júi! Köszönöm. Oké. Ez keményen felrobban, gyerekek. Na se baj, hát ez van. Remélem, hogy...
Vaj, nincs több, de van, de van. Természetesen. Ez is felrobbant. Reméljük, hogy beugrik az összes. Oké. Elvileg megvagyunk. Elvileg megvagyunk, szóval nincs gond. Elvileg nincs gond. Na, hát ez kemény volt. Nem maradt csak egy darab nyilam. Csodálatos, akkor ezt szedjük ki. Ha már itt szenvedtünk. Aha, de cuccok eléggé rosszul állnak rajtam, szóval ezt majd muszáj lesz egy kicsit felfejlesztenem, de hát ez legyen a legkisebb gondom. Jó, és akkor itt volt valahol a vas. Hol volt a vas? Ott volt a vas. Legalább egy kis vasat találtunk. Szenvedések árán. És hát akkor majd vissza kell menni abba valamibe, amit találtam. Kazamata, vagy hát én nem is tudom, hogy mi. De az lesz a legdurvább, tehát nem is tudom, hogy mire számít csak ott. Ura még? Hú-hú. Na jó, srácok, akkor legyen az, hogy itt jelölöm az utat. Nem hiába raktam ide ennyi fákját, tehát itt jelölöm, hogy itt bizony van egy lejáró, vigyázz! Jó, ez jó is lesz, és akkor menjünk haza. Én elmondó vagyok, mert ezt a sok mindent le kell tenni. Na srácok, közben ránéztem az időre, és hát már eléggé régóta megy ez a felvétel, konkrétan már majdnem egy órája, szóval arra gondoltam, hogy én befejezem most ezt a videót, viszont a következő részben én szeretnék oda visszamenni. Ó, és ezt a szenet még azért összeszedem. Mint hogyha ezek újra termelődnének, vagy így elmegyek mellettük, na mindegy. Haza is értem, le is fogok most pakolni, ismételten 6 csontot összegyűjtöttem, és már 31 van, illetve van egy pókszemem is, és a szenekből, amikből amúgy rengeteget gyűjtöttem, van 3 stackem, ami nagyon király, és a vasakat ki fogom égetni, azt is elrakom a helyére szépen, ouch! Jó! És akkor ezt a 11-et meg ide elrakom. Szuper! Aztán eszem egy kicsit. És akkor a puska port, amit szereztem, azt is lehelyezem. 12 van, szerintem azt ide rakom. Ó, összesen 23. Szuper! Nagyon örülök neki, és ezt a nyilat, amit kaptam, ezt is leteszem. Szeretném megköszönni, hogy velem tartottatok ebben a videóban, remélem, hogy tetszett nektek. Hát igazából egy kicsit randomra sikeredett, mert nem terveztem, hogy felveszek ebből most, de felvettem, és hú, hát elég érdekes dolgokat találtunk, szóval izgalmas. A következő részben mindenképp el szeretnék oda menni. Hogyha tetszett a videó, akkor megköszönöm, hogyha nyomnátok rá egy kedvelést, illetve hogyha még nem lennétek feliratkozva a csatornára, de szeretnétek csatlakozni, akkor bátran tegyétek meg, és ne felejtsétek el benyomni a csengőt, mert akkor mindig fogtok értesítést kapni a legújabb videókról, amik kikerülnek a csatornára. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és legyetek jók, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!